Köszöntöm a kedves nézőket kis Mennyhért atyával, életútját áttekintő kis sorozatunknak második részét látják. A múltkori alkalommal szülőfalujáról, szüleiről, a Ferences gimnáziumba való eljutásáról, illetve a gimnáziumi élményekről számolt be igen élményszerűen. Most azt szeretném, hogyha ott folytatnánk, ahol a múltkor abba hagytuk, vagyis egy szerzetesi gimnáziumból hogyan vezet el az életútja a ferences szerzetességhez, mikor született meg az a döntés, hogy beállsz barátnak, kedves Mennyhért atya. És mi előzte meg azt? Sokszor fogalmazták már meg nekem ezt a kérdést, hogy miért lettem ferences, miért lettem szerzetes, miért lettem pap, ifjúsági lelkinapokon, hittantáborokban szinte mindig ez a kérdés előjön. Az igazi válasz az úgy gondolom bibliai válasz, amikor Izaiás próféta azt mondja, hogy mielőtt már anyád méhében megfogantál volna, meghívtalak, ismertelek, kiválasztottalak. Ugyanilyen 138. Zsoltár akkor ugye úgy fogalmaz a Zsoltáros, mint egy a Jóistennek a szájába adva a szót, hogy Istenem, te megvizsgálsz és jól ismersz engem, és ott is előjön az, hogy már akkor is tudtad minden gondolatomat, szándékomat, amikor a föld mélyében, a föld ugye az anyaméhet jelenti a megfogalmazásokban, a bibliai megfogalmazásokban, mielőtt még hát szinte te lettél volna, Isten örök tervében ott volt a te életed. És hát ezt így is tanítjuk, így is tudjuk a Biblia tudomány alapján, tehát amikor a gyerekekkel beszélgetek a gimnáziumba, most éppen 12-esekkel, hogy mi legyen ő, mit írjon a jelentkezési lapra, első helyre, második helyre, és így tovább. Hát mindig azt szoktam nekik mondani, már a Jóisten kitöltötte ezt a jelentkezést. Ő már nagyon odaírta neked, hogy mi van az első helyen. Picit csendesedjél, picit gondolkodj, picit elmélkedjél, hogy amikor megkérdezed azt, hogy mit mond a magyar matek, és így tovább tanárod, mit mond édesapád, édesanyád, hogy mit kell neked választani élethivatásul. Először azt kérdezd, mit akar a Jóisten, hogy én egész életembe tegyek. Nem volt ilyen tudatos bennem sem, amikor én gimnazista voltam. A történet lényege, hogy egy hosszú ideig, nagyon hosszú ideig, mondjuk 7. koromtól egészen a 12-es, vagyis végzős gimnazista éveimig abszolút egyértelmű volt, hogy orvos és kész és semmi más. Így tanultam, ez tetszett, ezt akarom az életemben végigcsinálni, a nagybátyám egy nagyon jó orvos, teljesen erről szólt az egész történelmem, hogy biológia, fizika, latin, nyomjuk 1000-rel, és akkor orvos leszek. Jelentkeztem is, föl is vettek, ám 12-ben húsvét környékén kiderült, hogy hát bizony a Jóisten nem ezt írta az első helyre, hogy orvos. És ott végig gondoltam, még így ballagás érettségi előtt, hogy valójában ezek után, az évek után merre visz az én utam. És annyit tudok mondani bármikor azóta is, hogy nem tudtam én elszakadni attól a légkörtől, attól a világlátástól, gondolkodásmódtól, amit ott abba az iskolába kaptam, illetve a Jóisten ezt használta föl csomagoló papírnak arra, hogyha kibontom a csomagoló papírt, akkor lássam azt, hogy az, amit ő nekem szánt, ami az ajándék, ami benne van, az az, hogy kicsi barátom, te legyél ferences,
szerzetes pap, és most 65 évesen, azt mondom, nagyon hálás vagyok azoknak a diákkápolnai óráknak, amikor a Jóisten türelmet adott, amikor az ott élő ferencesek körülvettek. Kibontottam ezt a csomagoló papírt, elbontogattam ennek a külső rétegeit, és ott legbelül megláttam egy pillanatra, vagy két pillanatra azt az óriási ajándékot, ami az én egész életemet kiteljesítheti. És tényleg azt kell mondanom, hogy kiteljesítette, mert így 40 év gimnáziumi tanárság, papság, szerzetesség után azt mondom, semmi nem hiányzik az életemből. Teljesen komplett, egész az életem. Azzal a nyugalommal, kellemes közérzettel élem a napjaimat, hogy amit még tudok, mint tanár, mint szerzetes, mint pap, szívesen szolgálom. Óriási hála van bennem, hogy már valahol ezt meg kéne köszönni a Jóistennek. De az út minden része, az út minden megállója, mozzanata, az valójában csodálatos volt. Tehát a kérdésedre válaszolva, megvan az már, kitöltve van már az az első hely a Jóistennél, arra szánjon minden fiatal időt, akár szerzetes, akár ugye mennyasszony vőlegény kategóriába gondolkodunk, hogy bontogassa ki, és akkor ott lesz az a fiú is, meg ott lesz az a lány is, akit feleségül kell venni, vagy akihez feleségül kell menni. Ez osztályfőnöki órának is tökéletes lett volna. Nagyon szépen köszönöm. Tehát az orvosi fehér köpenyt, habitust, nem, hanem a barna ferences habitust öltötted magadra érettségi után. Ott voltál novícius, ahol addig diákoskodtál, így szinte az. Egyik napról a másikra az érettségizett diákból, nem is tudom, volt-e jelölt év akkor, vagy rögtön novíciátus, hogy volt ez? De hát én nagyon szégyellem magam, házon belül maradtál. Mostani hosszú jelöltséghez képest én kemény 2 hétig voltam jelölt, de már akkor is teljesen úgy bánt velünk a aranyos novícius mesterem, Vendel atya, hogy nem kell ezzel itt szórakozni, ti már szerzetesek vagytok, tessék szerzetesi módon fegyelmezetten, bölcsen élni. Hát én már rögtön így gondoltam, hogy én már rögtön ferences is vagyok. Ám bár, amikor az osztálytársai visszajöttek, és hát boldogan kérdezgették, hogy Andris, Andris, mondd el a titkokat. És mondom, milyen titkokat mondjak el? Az első nagy titok, amiről beszélnem kell. Most mondd meg őszintén, ugyanaz-e a kaja bent a rendi ebédlőbe, mint ami a kollégiumban volt? És elárultam nekik, hogy néha rosszabb, mert a koleszos nudli az finomabb volt, mint ami benn van a rendi ebédlőbe, és nagyon teljesen le voltak lombozódva, hogy na, ezt nem mondhatod. Ez nagyon kerül. Tényleg úgy tehát volt. Jelölt 2 hétig voltál, most 1 évig jelöltek a jelöltek. Sőt, lehet, hogy 2. Vagy 2, igen, ez döntés kérdése, mármint a rend grémiuma dönt arról, hogy igen, alkalmas-e a noviciátusra, vagy további próbaidőt kell eltöltenie, és te maradtál ugyanazok között, a falak között, ugyanabban a közegben. A noviciátus egy elvonultságot jelent elméletileg, most is hát Széchenyben a noviciusok, kicsit távol a világtól, az elcsendesülés, az önreflexió nagyon fontos része, hogy jó döntést hozzon a novicius, mire az első fogadalomtételre sor kerül. Te meg ugyanabban a közegben maradtál. Ez jó volt, vagy természetes volt, vagy nehéz volt? Egyrészt adott volt a keret, hogy csak ott lehetett a noviciátus, hiszen a 3 kolostoron kívül más kolostor akkor ugye nem volt, és elvileg mindig is ott volt Esztergomba a noviciátus. Hát én nagyon örültem neki, hogy ez így van, mert szigorúan tilos volt még a régi tanárokkal is beszélni a noviciátus évében, azokkal, akiket hát az előbb említettem, hogy mennyire szerettem, tiszteltem, és milyen jóba voltam velük.
Hát finoman szólva megkerestem a kiskapukat. Tehát a Sándor atyát mondtam, hogy hát ugye Sándor atyám, nem, ugye halasztottam az egyetemet, Matvist, és akkor hát ez nem lesz így jó, hogy a noviciátusban semmi szakmai dolog, csak lelkiség és egyéb. És akkor a Vendel atya megengedte, hogy elmenjek Sándor atyához. És akkor matekoztunk egy hetente egyszer. Hát ez annyira nem matek volt, inkább Sándor cseppek, és egy kis fizika elmélkedés a nagyvilágról, mert ő ebben nagyon jó volt. Aztán elmentem Félix atyához is, és hát így, amíg a folyosó egyik atyaszobája, másik atyaszobája körül hivatalos alibivel én kijöhettem a noviciátusból, hát, hogy így mondjam, minden kommunikációs csatornának eleget tudtam tenni. 1973-ban teszel egyszerű fogadalmat, vagyis túl vagy az egy év noviciátuson. Igen. És ekkor már egy év óta nem a keresztnevedre, az Andrásra, vagy nem csak arra, hanem a rendi nevedre is hallgatsz, Menyhért. Miért Menyhért? Három királyok egyike vagy? A három királyok egyike, ez az én rendi névnapom, de hogy miért Menyhért, az Vendel atyának köszönhető. Választottak? Adták akkor a szerzetesi nevet, és én választhattam. Na most ez a kettő így ellentmond egymásnak, de megmagyarázom. Föl volt írva 20 név. Hát most én akkor ezeket szörnyű neveknek tartottam, tiszteletre méltó szentek, emberek nevei voltak, de amit adni akartak, az egy ilyen választható volt, és akkor a többit megnéztem, ez se, hát válaszd melyiket. És akkor, amikor kiválasztottam, hogy hát Vendel atyát, még ez a valamire való név, hogy Menyhért. Jó, hát azt is akartam adni. Tehát akkor úgy volt a választás, hogy látszólag választottunk, de azért a novicius mester az már tudta, hogy mit szeretne. Hogy a Menyhért a befutó. Már nagyon megbarátkoztam. Hozzánőttél a nevedhez? Így három királyok közül az egyik, most is, ahogy a Betlehemes nézegettem, kicsit megsimogattam ennek a királynak a hátát, amikor ott készítettük a rózsadombi templom, hogy hát öreg kollega, te vagy az akkor, akinek a... És tudod, melyik a Menyhért a három király között? Senki nem tudja szerintem, csak vannak ilyen népi megkülönböztetések, hogy biztos, hogy a sötét arcú az a Boldizsár, a legöregebb ez, de nem tudjuk. A nevüket sem tudjuk, igazán sokkal később alakult ki, hogy... A múltkori első beszélgetésünk során említettük, hogy a plébánosod az Angelus nevet javasolta a keresztelődkor, illetve megjegyezte, hogy hát, ha Ferences lesz belőle. Ezt mikor tudtad meg egyébként? Tehát, hogy egy mikor tudtam meg? Nem. Mikor tudtad meg, hogy Ferences abban reménykedett születésedkor is a plébánosod, hogy Ferences szerzetes leszel? Az egy érdekes történet, mert én mindig megkérdeztem ezt, hogy hát egy vidéki kis csóró gyerek, meg vidéki paraszt család, hát ki ad itt ilyen nevet, amikor elolvastam a keresztnevelemet, vinni kellett Esztergomba a suliba, és hogy Angelus, hát anyukám meg apukám, az biztos, hogy ilyen neveket nem adnak. Nem, van csönd volt, hogy hát ez úgy oda került, a plébános úr gondolta, hogy ezt is odaírja. És amikor én Ferences lettem, megkezdtem a noviciátust, még ugyan ő volt a plébános a faluba, és akkor hazamentem, és akkor elárulták, hogy ez hogy került oda, és miért is. Mert valahogy ez is hozzákapcsolódik ahhoz, hogy az Isten tervét kell felfedeznünk magunkban, és valahogy ő erre ráérzett, hogy ez veled mi a terv. Ez akkor nagyon elgondolkoztatott engem is. Most, hogy miért nem Angelus lettem a rendbe, hát ezt már meséltem, hogy kaptunk nevet. A másik, ha még lehetett volna is ezt választani, hát diákként azért nem úgy értem a gimiben meg a koleszban. Hogy angyal lettél volna? Ez az Angelus név nagyon stimmelt volna, úgyhogy azt mondták volna a prefektusaim meg a tanárok, hogy ez egy képmutató. Úgyhogy, de nem, jó volt ez így. Az a rendkívüli, illetve rendkívül érdekes az eddig hallottakból életutat során, hogy tulajdonképpen
nincs semmi rendkívüli, olyan egyszerű, szép utad bontakozik ki a ferences rend fele. Növendék évek, noviciátus után. Ott is voltak apró rendkívüliségek, mert szinte egyedül voltál abban az időben növendék, hogyha te meggondoltad volna magad, volt olyan tanév, hogy ha ott hagytad volna a rendet, akkor munkanélkülivé válik az egész ferences rendi főiskola, mert az egyetlen tanítvány te voltál. Volt ilyen esztendő is valamikor, volt, ugye? Volt. Több év is. Milyen volt ez a magányos növendékség? Magányos volt-e? Abszolút nem volt ez magányos. A kolostor légköre Pasaréten nagyon jó volt, amikor én... Esztergomból Pasarétre kerültél, igen. Egyetemistának és teológiai találatban. Hát amikor a noviciátus befejeződött, akkor ugye ősszel már még ott tettünk Esztergomba első egyszerű fogadalmat, és akkor költöztünk át, és akkor 73 őszén elkezdődött az ELTE-n az egyetem. Akkor Ágoston atya, Péter atya, és egy Kornél testvér nevű kispap, még kispapok voltak, tehát én az ő közösségükbe, mint kis zöld emberke, úgy kerültem oda. László atya éppen hogy föl lett szentelve. Zacskó. Igen, és a fiatal paptestvérek Kolos atya volt, illetve Ágoston atya. És egy picit idősebbek voltak az Ernő atya, a Márk atya és a Gégöl Vince atya. Tehát ez volt a közösség Pasaréten? Hát a fiatal része, mert nagyon aranyos idős atyák is voltak. Tehát a fiatalok, akik engem befogadtak, mint új kis kezdő tehetetlent, ők voltak nagyon-nagyon nagy szeretetes, nagyon jól éreztem magam. Akkor lassan ugye Péter atyáik felszentelődtek, és ők átkerültek Esztergomba, elkezdték a prefektus osztályfőnöki munkát, és akkor én úgy magamra maradtam, mert voltak, akik ugyan jelentkeztek, átjöttek, jöttek, de aztán el is mentek. És akkor így alakult ki néhány évig, hogy egyedül voltam, és akkor egy reggelinél Zsigmond atyával reggeliztünk. Horváth Zsigmond. És mondta nekem Horváth Zsigmond, hogy ő volt a házi teológiai igazgatója, hogy hát kedves Menyhér testvér, a mélyponthoz jutottunk el. Mondtam, azt csak becsüljük meg, mert Pilinszky verset írt a mélypont ünnepélyéről, és hát mi lesz így? Mondom, jól kell imádkozni a teológiai tanároknak, mert ha én itt hagyom a rendházat, akkor holnap úgy lesz a teológiai tanár áthúzva, és az lesz mellé, hogy plébániai kisegítő. Azt mondja, hát ez szörnyű, de ez így lenne. Na nem hagytam, tehát hogy így legyen. Tehát még megmutatni se volt ajánlatos nem, az nem, egyetlen nem, de nagyon jóba voltunk. Hát most ugye az egyke idézőjelbe, az egyke pozitívuma az volt, hogy a teológiai tanárok fiókomba mindig raktak banánt, csokoládét, ezt, azt. Hát ez a kis hülye elmegy, hát akkor itt minden összedől. De hát én jól éreztem, eszem ágában nem volt elmenni, nagyon-nagyon szívesen voltam én ferences. Hát a kettő együtt azért az elég nehéz volt, ugye a teológia, mármint az egyetem, meg az egyetem is elég húzós volt. Nem hiszem, hogy sok mai kis testvér ezt bevállalná, de hála jó Istennek azért sikerült mind a kettőt. Ahogy így hallgatlak, úgy érzem, hogy nagyon erős alkatú a jó Isten, mert a tenyerén hordoz azóta is. Igen, ez így van. Ez óriási hálára kötelez engem, de hát ez én bízom benne, hogy minden testvéremet is, mert nem hiszem, hogy velem kivételezne, bár nagyon sokszor úgy érzem, hogy tényleg nagyon gyöngéd és nagy lelkű velem, hát ettől lehet az egész hivatásnak hatalmas az öröme. 1980-ban történik a papszentelésed, és egy ferences szentel. Elsőnek a ferences testvérek közül engem szentelt Paskai bíboros úr, ugye, hát akkor még csak veszprémi püspök volt, megyés püspök volt, még Veszprémből jött föl Budapestre szentelni. Igen, a szerzetesi neve Pacifik.
és Pasaréten volt a szentelés, az is újdonság volt, nem? Mert korábban úgy tudom, hogy minden az esztergomi kispapokkal is együtt történtek a szentelések. Lászoltját is ott szentelték már, de diákonussá engem az esztergomi bazilikába szenteltek akkor, amikor a többi esztergomi egyházmegyés kispapot is szentelték. Tehát a diákonus még ott volt együtt a szeminarista kispapokkal. Volt-e újmisés szentképed, és ha volt, akkor milyen motto volt rajta, emlékszel-e? Hát azt én már régen tudtam, amikor még messze voltam az újmiséhez, és azt írtam rá, ami a naphimnuszban van, hogy áldott légy Uram minden emberért. Nagyon szép, és ez lesz az aranymiséden is egyszer majd. Hát biztos, én nem változtatom. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. A papszentelésig jutottunk el Mennyhért atyával életútja eseményeinek elbeszélése során, és egy további részben majd a tanári szentendrei hosszú évekről szeretném, hogyha szólnánk, de az egy külön történet. Nagyon szépen köszönöm a nézők figyelmét, a viszontlátásra!